A 149-szeres magyar válogatott kosárlabdázó Sitko Ernő tiszteletére rendeztek felkészülési tornát a Continental Arénában. A házigazda nyíregyházi csapatnak minden évben ez az első igazán fontos eseménye, nem csak az érzelmi töltet miatt, szakmailag is komoly kihívást jelent a tornán való szereplés. Első meccsüket a budapesti Honvéd ESE ellen vívták. A torna névadója a fővárosiaknál vált klasszis kosárlabdázóvá, és két bajnoki címet nyert a klubbal. Az atomerőmű ESE először vett részt a kétnapos gálán. A paksi klub is Ernő pályafutásának meghatározó alakulata, ugyancsak két bajnoki címet nyert a tolnaiakkal. A negyedik résztvevő csapat a Deac volt. A debreceni gárda rendszeres vendége az emléktornának, és a korábbiaknak megfelelően idén is erős kerettel érkeztek. A Hübne Nyíregyháza és a budapesti Honvéd párharc győztese a fővárosi gárda lett. Az első negyedet 8 pontos gólkülönbséggel zárták, a harmadikban viszont a nyíregyháziak játszottak jobban. A hazai csapat elfogyott a meccs végére, így 71-95-tel zárult a találkozó. Ez pedig azt jelentette, hogy a Deaccal kell megküzdeni szombaton a harmadik helyért. Ezt a mérkőzést a debreceniek nyerték 70-59-re, így a házigazda együttes a torna utolsó, negyedik helyén zárt, a bronzérmet pedig a Deac vihette haza. A döntő meccsen a paksi gárda bizonyult jobbnak, így a tornát az atomerőmű ESE nyerte, mögöttük pedig a budapesti Honvéd zárt. A torna teljes jegybevételét Micskó Benjamin kezelésére ajánlotta fel a házigazda klub.